Köszöntöm Önöket, Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. Főbb híreink. Orbán Viktor szerint az Uniót eluralta a háborús nyelvezet és logika. Amerikai-izraeli tárgyalások kezdődnek a tervezett Rafahi offenzíváról. Szlovákiában 2 hét múlva tartják az elnökválasztás második fordulóját. Magyar sportdiplomáciai siker, hogy Fürjes Balázs tagja lett az Olimpiai Programbizottságnak. És most a részletek. A magyar kormány álláspontja változatlanul az, hogy az orosz-ukrán háborút csak tűzszünettel és utána béketárgyalásokkal lehet megoldani. A miniszterelnök azonban a 2 napos uniós csúcstalálkozón úgy érzékelte, hogy ezzel a véleményével lényegében egyedül maradt. Orbán Viktor szerint az uniót eluralta a háborús nyelvezet és logika. Nincs helye a higgadt, nyugodt, észszerű gondolkodásnak. Mint mondta, mindenképpen el kell kerülni, hogy egy helyi konfliktusból világháborús fenyegetés alakuljon ki. Márpedig a szavai szerint brüsszeli bürokraták tevékenysége következtében éppen ez most a helyzet. Úgy fogalmazott, vigyázni kell arra, nehogy Magyarországot beszippantsa az ország érdekeivel ellentétes álláspont. A miniszterelnök úgy látja, a júniusi európai parlamenti választást nem az dönti majd el, ki jobb vagy baloldali, hanem hogy ki miképpen áll a háborúhoz. Orbán Viktor bízik benne, hogy az európai parlamentben a békepártiak kerülnek többségbe, vagyis azok, akik osztják a magyar kormány álláspontját. Szerinte napjainkban Brüsszel az amerikai milliárdos Soros György hálózatának fogja. Úgy vélte, ez nehezíti a békepárti európai emberek véleményének érvényre juttatását. Mint mondta, a hazai politikában is ez a törésvonal jelenik meg. Orbán Viktor megismételte korábbi kijelentéseit, miszerint a magyar baloldal kiszolgálja a háborút támogató nyugati politikusokat. A magyar kormány politikáját viszont csak az emberek érdeke befolyásolja, erősítette meg a miniszterelnök. Washingtonban a hét elején magas szintű amerikai-izraeli tárgyalások lesznek az izraeli haderő Rafahi offenzívájának tervéről. Az egyeztetésről az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök állapodott meg, amikor majdnem 1 hónapos szünet után ismét beszéltek egymással telefonon. Joe Biden megpróbálta lebeszélni a támadásról Benjamin Netanyahut, aki egyelőre hajthatatlannak bizonyult. Úgy véli, ugyanis csak akkor semmisíthetik meg a palesztin terrorszervezetet, a Hamaszt, ha végrehajtják a régóta tervezett katonai műveletet. A világban viszont a Rafahban menekült emberek életéért aggódnak. Netanyahu azt ígérte, biztosítják a szükséges humanitárius segítséget a palesztin terület lakosságának, de nem hagyják meg Gázát a terroristák fellegvárának. Eközben ismét megrekedtek a tűzszüneti tárgyalások, amelyeket amerikai, katari és egyiptomi közvetítéssel folytatnak. Izrael ugyanis továbbra is elutasítja a Hamasz javaslatait. Ezek lényege, hogy az októberben elhurcolt és még életben lévő több mint 120 közül elengednének 42-t, ha visszanyerné szabadságát majdnem 50-szer annyi izraeli börtönökben fogva tartott palesztin. Emellett 6 hetes fegyvernyugvást is kiirdetnének. A terrorszervezet az izraeli kormányra hárította a felelősséget a fogolycsere megkiúsulásáért. A kabinetre egyébként 2 oldalról nehezedik nyomás, miután a túszok hozzátartozói ismét tüntettek Tel Avivban, és mielőbbi megegyezést követeltek. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy több mint 140 palesztin fegyverest öltek meg Gáza városában egy 4 napig tartó hadműveletben. Egyúttal ismét visszavették az ellenőrzést a térségben lévő nagy kórház felett. Az intézményt egyszer már elfoglalták, de aztán elvonultak onnan, mire a palesztin fegyveresek ismét ott építették ki egyik hadműveleti bázisukat. Az izraeli hadsereg újra megsemmisítette azt, beleértve a fegyverraktárakat is. Közölték azt is, hogy őrizetbe vettek több száz olyan palesztint, akit terrorista tevékenységgel gyanúsítanak. Eközben tovább folynak a harcok az övezet középső és déli részén is, de az izraeli csapatok rajtaütéseket hajtottak végre
Cisjordániában is. Itthon a pénzügyminiszter továbbra is bízik benne, hogy a magyar gazdaság az idén visszatér a növekedési pályára. Varga Mihály azt is reméli, hogy jövőre újra az uniós növekedési rangsor élemezőjébe kerülhet az ország. Mint mondta, négy nehéz év után a kormány csökkenő hiánnyal, alacsonyabb államadóssággal és erősödő gazdasági növekedéssel számol. Ehhez azonban többek között az államadóság és a hiány csökkentésére, az infláció alacsonyan tartására és a versenyképesség javítására lesz szükség. A miniszter komoly eredménynek nevezte, hogy a tavaly januári 25,7%-ról egy év alatt 3,8%-ra szorították le a drágulás ütemét. Úgy vélte, a versenyképességet segíti az adórendszer is, Magyarország pedig az uniós adócsökkentési rangsor élmezőnyébe tartozik. A külügyminiszter szerint Magyarországnak nemzeti érdeke a közép-európai együttműködés megőrzése. Szijjártó Péter felidézte, hogy az utóbbi évtizedekben többször megkísérelték megtörni a visegrádi négyek kapcsolatait, de ennek fenntartása minden résztvevőnek fontos. A négy ország külügyminisztereinek prágai találkozója után arról is beszélt, energetikai kérdésekben épp úgy jól együtt tudnak működni, mint a migráció elleni küzdelemben. Ugyanakkor utalt rá, hogy az ukrajnai béke megteremtésének ügyében megmaradtak a nézetkülönbségek. A cseh külügyminiszter viszont azt közölte, hogy mindannyian egyetértettek abban, Oroszország-Ukrajna elleni háborúja a nemzetközi jog megsértését jelenti. Ján Lipavsky hozzátette, minden területen szükségesnek tartja az Ukrajnának nyújtott segítség további növelését. A magyar miniszterelnök arról biztosította az orosz elnököt, hogy hazánk készen áll a két ország együttműködésének fokozására a nemzetközi jog által nem korlátozott ágazatokban. Orbán Viktor levélben gratulált Vlagyimir Putyinnak, amiért újra választották az Oroszországi Föderáció elnökének. Ő örömét fejezte ki, hogy a két oldalú kapcsolat a kölcsönös tiszteleten alapul, ami lehetővé teszi fontos kérdések megvitatását a mostani nagyon nehéz geopolitikai helyzetben is. Közölte, hogy a párbeszéd fenntartása alapvető feltétele a mielőbbi béke megteremtésének. Moszkvában a hivatalos végeredményt ismertetve bejelentették, hogy történelmi rekordot ért el a részvétel a múlt hétvégi elnökválasztáson. Több mint 87,5 millió ember szavazott, Putyin pedig a voksok több mint 87%-át szerezte meg. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az orosz választás az elnyomáson és megfélemlítésen alapult. José Borrell úgy vélte, a voksolás nem volt sem szabad, sem tisztességes. A hatóságok a választás közeledtével egyre jobban szigorították a szisztematikus belső elnyomást. Ehhez új jogszabályokat is alkottak, de kíméletlenül felléptek az ellenzéki politikusokkal, a civil szervezetekkel, a független médiával és a kritikus véleményeket nyilvánosan hangoztatókkal szemben. Szlovákiában két hét múlva, április 6-án tartják az elnökválasztás második fordulóját. A tegnapi szavazás 48 órás kampánycsend előzte meg. A választók 10 jelöltre adhatták el voksukat. A júniusban leköszönő államfő Zuzana Csaputová már korábban bejelentette, hogy nem indul. Így a legesélyesebb két jelölt olyan politikus volt, aki korábban már viselt kormányzati tisztséget. Peter Pellegrini már volt kormányfő is, jelenleg a parlament elnöke, aki élvezi a tavaly őszi parlamenti választáson győztes Robert Fico kormányfő támogatását is. Vetélytársa Iván Korcsok egykori külügyminiszter, akinek utolsó választási gyűlésén erőteljesen támadták a jelenlegi kormányzat politikáját. Donald Trump változtatott álláspontján, és mégsem dobná oda az európai NATO tagállamok egy részét az orosz elnöknek. A bukott, de most újraválasztásáért küzdő elnök közölte, kész szövetségesei mellé állni, ha azok kiveszik részüket a terhek viseléséből.
A republikánus politikus kifejtette, országa méltányos hozzájárulást fizet a NATO működéséhez, de mások méltányos részét nem neki kell állnia. Nemrég még úgy nyilatkozott azok a tagállamok, amelyek nem fordítják nemzeti ösztöneikük legalább 2%-át védelmi kiadásokra, nem számíthatnak amerikai támogatásra, ha újra ő lesz az elnök. Jens Stoltenberg NATO főtitkár közben azt közölte, a tagországok mintegy kétharmada már teljesíti a Trump által megszabott feltételeket. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrég megválasztott magyar tagja bekerült a testületnek abba a bizottságába, amely a játékok programját határozza meg. Ez a grémium a NOB egyik legfontosabb bizottsága. Itt dől el, milyen irányban változik az olimpiák tartalma, programja, milyen reformok válnak szükségessé. Füries Balázs jelentős sportdiplomáciai sikernek nevezte, hogy Thomas Bach, a NOB elnöke, kinevezte őt a bizottság tagjának. Az sem megszokott, hogy valaki kevesebb, mint fél évvel taggá választása után ilyen fontos megbízást kap. Füries Balázs a tavaly októberi mumbai kongresszuson került be az olimpiai bizottságba, az akkor megválasztott 8 új tag közül a legfiatalabb, 52 éves. Alapítójára emlékezik a Magyar Állami Népi Együttes ma esti bemutatójával. A Hagyományok Házában lesz az előadás, amelyen Rábai Miklós előtt tisztelegnek halálának 50. évfordulóján. Mihály Gábor, a társulat jelenlegi vezetője, az előadás rendező koreográfusa szerint Rábai Miklós kitartó munkájával, koncepciózus alkotóként néhány év alatt világsikerre vezette társulatát. Az előadás az ő szellemiségének állít emléket, kitérve azokra az alkotói dilemmákra is, miként teremtette egy új, máig élő műfajt. Az alkotók az előadásban a tánc, a vizualitás, a zene és a próza egységére törekszenek, amelynek nyomán a néző teljes képet kaphat az alapító művészetéről és magáról az akkori korról, az 50-es évekről is. Ami pedig az időjárást illeti, továbbra is változékony időre számíthatunk. Több órás napsütés várható, de időnként befelhősödik az ég. Helyenként lehet eső, zápor. Erős lökések kísérhetik a szelet. A hőmérséklet napközben csak 9 és 15 fok között alakul, estére pedig 3 és 7 fok közé hűl a levegő. A hét elején lassú javulásra számíthatunk. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a braillepress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!